aki nem látta a korábbi epizódokat, vagy nem emlékszik rá, hogy honnan is indultam, annak érdemes megnézni a korábbi Ultimate Team live-okat. Hát jelenleg így néz ki a csapatom. Muszkez pedig későn passzol. Ó, ez meg jó, így Suáreznek. Egy bomba megpottan, hát ez... Oké. Megvan még, és ott megy. Jó van, jól van. És a hosszún. Ott van Bél, és 2-0. És valószínűleg az első meccset meg is nyertem. Nem csak idén, hanem egyébként is. Ott a passz Rivádónak. Egy kicsi sunyi lövés, 2-1. Ez az. Nem ilyesmi a probléma. Egyszerűen nem tudok a kontrollerhez hozzászokni a FIFA kapcsán. De szép játék, 4-2. És az ugye... felkínál három lehetőséget, vagy ilyen 30-40-50 ezer zsetont kérsz, vagy pedig pakkokat, és hát vegyes, szokott lenni ott a 4-3. Azt ízi, így jó. Hát meg fogja fogni lehet. Nem, jó. Suárez személyében. Bár ezzel nem biztos, hogy mindenki egyetért. De azt tény, hogy Ronaldót nem tudták még pótolni. Ott a bepassz! Uhohohohoj! Ben Yedder! Na, Kroos! Na, Kroos! Na hát, csak tud ő lőni. Haha. Ott is van a labda, gyívelés a hosszúra, és ott van Suárez, mondtam, eljut hozzá a labda, akkor ő befejeli 3-0. Ott a passz, ott a Bél, ott a gól. Megint ledominálom az egész pályát. Hoppá! És a dominancia eredménye a gól. Van egy scriptje, ami néha jó, de általában nem jó nekünk. Vagy lehet, hogy ez csak ez ilyen érzés. Hát ez meg jól érezte a kaput, Ben Yedder volt az. Ugyanis nagyon középre tendálnak a játékosok, persze azt soha nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor lehet, hogy rögtön vált valami más formációra. Ó, visszapassz, és ott jön Suárez komám, 1-0. 1 perc 27-nél Suárez kapuba talál. Joppá, 2-0, jaj, de szép volt megint. Ezt érdemes megnézni egyébként, 48-50-nél lőttem a gólt, úgyhogy 3 perces hosszabbítás van. Ó, nem érem el. Köszönöm a labdát. Egy bomba. Hohoi, 4-0. Viszlát. Ilyenkor szokott az lenni, hogy jön egy kontra, de most nem jön a kontra. Egy passz jön, egy Suárez lövés jön. Most rajta váltott az emberre. Erre ráfizethet. Gyerünk, gyerünk, ott a gól, ott a gól, ott a gól. Hát ez most kicsi gól volt ahhoz képest, milyen lehetőségeim voltak, de... Hú! Az úgy kiveszett a... ezzel a Rivádó, Ronaldo és Ronaldinho 3-as visszavonulásával. Busquets lövés! Hú! Ez az a Busquets, akiről beszélek. Egy Halloween-i játékos, aki... kegyetlenül brutális lapot kapott. Na, Rivaldo. Pápá! Na, minden Liverpool szurkoló szívét rendesen, de hát ez már a múlt. Ez pedig a jelen, hogy 4-1. Egy Hazard, egy Salah, Aguero, és folytathatnám, bár nyilván nem mindegyikük szélső, de azok hiányoznak ebből a csapatból, úgyhogy Suárez, 1-0. Ez gyors volt. Csipázom ezt a csávót. Rivaldo meghúzza oldalon, a hosszún jön Bél, kapja is a labdát, egy fejes a hosszú felsőbe, de Lloris ott van. Ó, köszönöm a labdát, 2-0. Hát, ha fejjel, nem, majd lábbal. Ott megy tovább Bél. Megtolja, visszahúz, visszapassz, ott van Busquets, és egy kapufa, és kipattan a gól. Hoppá, Ben Yedder, és jön mellette Suárez, hát ha ezt nem lövöm be, akkor nagyon béna vagyok.
Oh, jó, hú, megijedtem. Az is ki van játszva. És ez már ott a gól a 11. percben, Kroos, ami nagyon sok idő mindent leellenőrizni, végig gondolni, hogy mi lenne jó. 1-0, szóval ez olyan SBC, vagy olyan játékos, aki most limitált ideig elérhető, és így tovább. Ez de jó passz, Suárez, 2-0. Egy lejátszott meccs után kapsz 200, vagy 500, vagy 1000, vagy 2000 bónusz zsetont. Azok nagyon jók, nagyon erősek. És 3-0. Itt a szöglet. Jó. Az viszont jó! Ó! Aztán jut hozzájuk Isco, aztán Kroos. Ó, milyen labda. Na, Rivaldo ilyeneket tud csinálni, pedig nem nyomtam hozzá semmit. És ott jön Béla hosszún. Jó a labda? Bepassz laposan! Mestermű! Jó. Ben Yedder. Ott jön Suárez. Nagyszerű csel. Még egy csel. Egy lövés. 2-1. Szép kis ívelés. Hoppá! 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 Pedig nem gondoltam volna, hogy még lesz ebből lövés, mert nagyon utolérte őt Ramos vagy Varán. És milyen tökéletesen! Hoppá! 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 4-2. Na. Bele botlik a labdába szinte. Jól van, Ben Yedder. A két gólos vezetés sokkal megnyugtatóbb. Na. Ebből a nagy ramazúriból ott középen csak meg lett a gól. De jó ez a srác, jó ez a srác. Hoppári, 6-3. Busquets fejes gólja. Hoppá. Hoppá. Hosszon valaki? Senki nem jött. Hol vagy, Bél? Most vak Bél volt. Suárez! Hát már nem tudom, 5. gólja? 5. minimum. Volt egy Ben Yeddernek. Suárez átveszi. És... bezuppantyúzza a kapu. Bal oldalába. Ben Yedder. Oh, yeah! 4. perc 1-1. Ez a FIFA. Béla közép felé. Ott van még. Gól! Gól! Ben Yedder. Hát, hogyha az előbb Suárez bizonyított, most szerintem már azért Ben Yedder is bizonyít nektek, hogy remek kis statjai vannak, remek játékos. 2-2, 7 perc alatt. Köszönöm a paszt. Hoppá, és ismét Ben Yedder. Hoppá, juhuhuhuhu. Hát ezt úgy beszopikázta. Rossz labda szerzés. Suárez csel, lövés. Suárez! Hát Lajos, mit csináltál te?
Azt a mindenit, mi ez a meccs? 16 perc. 2-4. És milyen gólok? Ha. Egy lövőcsel, aztán bitang. Hasz. Igen, ez egy 4-4-1-1. Behintettük sóval is a helyét. Mekkora indítás! Öt góros bejegyzés. Hát ez alázás, így hívják. De jó játék! Igen! Igen! Ez a játék. Gyönyörű lapos a hosszú alsóba. Benny Edder átveszi, és bevágja. Ott megy a lukban. És ott van a rövid felső. 2-1. De jön Carvajal. Új, de nagy labda. Ott a tovább passz, ott a tovább passz. Én ezt szeretem. Én ezt szeretem. Nagyszerű. Jó, hát ennyit a 4-5-1-ről, azt hiszem, mármint, hogy az ellenfele most ki fog lépni, tehát nem nagyon tudtam ezt így tesztelgetni, de mindenképpen fogom majd. Ez így jó befejezés volt ahhoz, hogy Silver 1-ben legyünk. És Silver 1. 20 meccs alatt. Köszi, Tomi. Leaderboard. 20 meccs alatt. Úgyhogy ennyi lett volna a mai FIFA 19 livestream. Én Csibu voltam, és a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!